2018. január 1-ével normál áfakulcs helyett 5%-os áfával adóznak csak az emberi fogyasztásra alkalmas élő, friss hűtött és a fogyasztott halak. Ettől a magyar halfogyasztás növekedését várják hosszú távon. Érzésre inkább, mint a számokra, úgy érzékelem, hogy nagyobb, kicsit nagyobb az érdeklődés a hal iránt, hála Isten. Ilyenkor teljes holtszezon szokott lenni karácsony után, ugye karácsonyra bevásárolnak az emberek hallal, mindig maradni is szokott a hűtőszekrénybe sok. Ahhoz képest azért hála Isten van mozorgás, jobban veszik a halat. A kereskedők árain látszik a csökkenés, azonban az alacsony fogyasztás miatt nem tudják a teljes különbséget a vevőknek visszaadni. Ám így is több mint 10%-kal lettek alacsonyabbak az árak a tavalyihoz képest. Nehéz ágazata ez az élelmiszerkereskedésnek, főleg arra mondom, akik csak hallal kereskednek, mert szinte úgy néz ki egy év, hogy egész évben vergődés van, küzdelem arra, hogy legalább nullára jöjjenek ki a hónapok, de még sokszor se sikerül, és várjuk a karácsonyt bizakodva, de ugyanakkor félve, hogy tudjuk-e teljesíteni azt, amit kell, tehát azt az őrült igényt, ami karácsonykor jelentkezik, ki tudjuk elégíteni. Az emberekben egyre inkább tudatosul, hogy hal és hal között nagy különbség van, így a hekken kívül is egyre nő a fogyasztás. Ezzel várhatóan elmozdul a kereslet a karácsonyi csúcsidőszakról. Azt szeretnénk mi mindenképp elérni, hogy tényleg évközben is több hal fogyjon. Ebben nagyon sokat segít szerintem ez az áfacsökkentés, mert hogyha éven át jobban fogyasztják az emberek halat, akkor mi is jobban tudunk fejlődni, jobban rá tudunk készülni, sokkal jobban menne a dolog. A folyamatos halfogyasztás pedig az egészségesebb életmódban is nagy szerepet játszik. Így a fogyasztók számára is fontos, hogy felfedezzék maguknak a különböző halas ételeket.